Itt a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tegnap kiderült, hogy mi okozhatta az óriási GDP esést az elmúlt negyed évben. Ezt fogjuk majd most megbeszélni Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető makrogazdaság elemzőjével. Szia, jó reggelt! Reggelt, sziasztok! Na, hát mennyi lett a módosított érték, és mi okozta főleg azt a fajta eltérés? Minden elemző rosszat vár, de én úgy emlékszem, hogy ilyen 10-11% között volt a konszenzus a visszaesés mértékét illetően, ehhez képest lett ugye 14,5 körüli. Hát nem módosították a végleges adatot. A végleges tehát, akkor, aha. Az ugyanaz maradt, mint az előzetes. Ez a 13,6 éves szinten és 14,5 az előző negyedéves képest. Ami okozta a nagy visszaesést, tehát egyrészt itt szerepet játszanak ilyen bázis hatások, tehát meg kell nézni, hogy az előző negyedévben ki hogyan növekedett, és Magyarország még az első negyedévben az élmezőnyben volt, tehát itt azt lehetett látni, hogy mintha a korlátozások és a vírus kevésbé érinteni a magyar gazdaságot, viszont a második negyedévben megjöttek itt is a lezárások, tehát emiatt az első negyedévhez képest, ha nézzük a második negyedévet, akkor egy magasabb szinthez viszonyítunk, és így hát végül is az élmezőnyből a sereghajtók közé kerültünk a második negyedévbe. Hogyha év per év alapon nézzük, ugye akkor a tavalyi év azonos időszakához kell nézni, 2019 második negyedévében is azért szép növekedése volt, még a magyar gazdaságnak 5%, és ahhoz képest esett így a GDP. De hogyha megnézzük összetételében, hát akkor egyértelműen látszik, hogy minden szektor szenvedett. Tehát gyakorlatilag az ipar az 20%-os visszaesést produkált, az építőipar 15%, és a szolgáltatások is 10% fölötti mértékben zuhantak. És itt a nagy meglepetés faktor az elsősorban abból keletkezett, hogy nehéz volt belőni, hogy a szolgáltatásoknál mit fog mérni a KSH, vagy hogyan tudja egyáltalán ezt kiszámolni, hiszen elég komoly lezárások voltak, korlátozások, és erről nem volt semmilyen adat a hónapok során, csak ilyen szóbeszédek, meg nagyon ilyen szoft adatok, hogy éppen az áramfogyasztás hogy alakul, meg hogy a vendégészakák száma hogy alakul. Tehát nagyon kevés adat volt erről elérhető. Azt lehetett látni, hogy a kiskereskedelem az visszaesik, ugye az csak ilyen 4-5%-kal zsugorodott a másik nevében. Ehhez képest a teljes lakossági fogyasztás egyébként majdnem 9%-kal zuhant, és ez abból adódott, hogy a szolgáltatások iránti kereslet az ennyivel visszaesett, ami mondom nagy részben annak is köszönhető, hogy nem volt turizmus, és nem jöttek ide külföldről. Tehát, hogyha például megnézzük azt, hogy az export a szolgáltatásoknak mennyit esett, ide tartozik bele az is, hogy mennyi turista jön Magyarországra, akkor ott több mint 30%-os visszaesést regisztráltak a statisztikai hivatalnál. Hát de akkor ez azt jelenti, hogy a mostani határzár sem fest túl jó képet előre, hiszen pontosan erről lehetett olvasni, hogy a különböző üzletek, plázáknak az üzletei már érzékelték a kieső turizmusból származó ugye költéseket, hát most akkor ugyanez lesz. Ez így van, tehát a turizmus az, hogy gyakorlatilag az idejében a külföldi turizmusnak egy nagyon jelentős szelete az hiányozni fog. Ez sajnos meg fog látszódni a GDP-ben. Ezt nem fogja kompenzálni a belföldi kereslet. Úgyhogy emiatt is vagyunk folyamatosan pesszimisták, ahogy nézzük, hogy nem tud V-alakú felpattanás jönni a gazdaságba, tehát nem tud ugyanoda visszatérni a növekedésünk most az év hátra levő részében, mint ahol az évet kezdtük, mert vannak olyan elemek, amik a korlátozások miatt egyszerűen technikailag nem fog tudni oda visszanövekedni. Mit várunk a folytatásban? Ugye mindenki abban reménykedik, hogy sokkal jobb lesz, hiszen lábra állt, hogy ebben a negyedében már az idegenforgalom, vagy hát legalábbis a turizmus, inkább így nevezzük, hozzá fog tudni adni a fogyasztás, termelés, stb. Tehát azért valamivel jobb lesz a következő negyed év, de így összességében ez a számos mennyire rondított bele az éves egészbe a kilátásokba?
valamivel te legjobb lesz, sőt, hogyha majd megnézzük a harmadik negyedévet a második negyedévhez képest, akkor főleg lehet mondani, hogy hú, minden idők legnagyobb növekedését produkált a magyar gazdaság. Kellően mélyről indítva, ugye? Igen, félről indulva lesz egy 10% feletti növekedés, az azért ugye más. A turizmus azért, ha megnézzük az, hogy mennyi volt a repülőgép forgalom a nyáron, a külföldi vendégészakák száma, akkor azért látszódni fog rajta, hogy nem lesz a tavalyi szint. Tehát sokkal rosszabb volt idén a turizmus, mint a tavalyi évben, a harmadik negyedében, annak ellenére, hogy voltak engedélyezett látogatások Magyarországon külföldről. És emellett, például megnézzük majd az iparnak a teljesítményét, és például az autók iránti keresletet, akkor az egész nyár arról szólt, hogy nem állt helyre Európában az autók iránti kereslet, tehát véletlenül a termelés sem tudott odáig felfutni, mint ahol tavaly volt. Úgyhogy az a szektor is éves összevetésben még rosszabbul alakulhatott. Amiben nagyon nagy javulásokat láthatunk, az részben például a szállítás, raktározás, hiszen azzal, hogy azért csak beindulnak a termelőgépek, és ezzel el kell kezdeni azokat szállítani külföldre is, ez biztos, hogy nagyon meg fogja dobni ennek a szektornak a teljesítményét, de vélhetően ez is még gyengébb lesz, mint a tavalyi év azonos időszaka. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még a harmadik negyed évben is éves összevetésben bőven recesszióban lesz az ország. Elképzelhető, hogy 5%-nál nagyobb lesz még a visszaesés a harmadik negyed évben is, és utána a negyedik negyed év az meg már arról attól függ, hogy most milyen korlátozások jönnek majd még be, ezen kívül, hogy határzárok visszajönnek. Tud-e az értéktermelő ránc működni, vagy lesznek benne mondjuk más országokban lezárások, és akkor emiatt is akadozhat az itthoni termelés. Úgyhogy szolgáltatások oldalán azért, ha megnézzük a például ezeket a vendéglátás, vagy még inkább az ilyen zenei, kulturális szolgáltatásokat, ott biztos, hogy nem fog visszaállni az előző szintre, mert hogy ott még korlátozások vannak ebben az utóbbiban. Tehát sajnos itt az utolsó negyed évben sem lehet arra számítani, hogy eléri a tavalyi évi szintet. Talán már egyre kisebb lesz ez a visszaesés, és így éves összevetésben azért egy 6% körüli recesszió az még bőven benne van. Világos, oké. Dávid, nagyon szépen köszönjük a magyarázatot. Jó munkát, szép napot neked. Köszönöm szépen, szia. Nektek is. Sziasztok. Német Dáviddal, a KNTH Bank vezető makrogazdaság jellemzőjével néztük át a hazai GDP-t részletesebben, ugye tegnap jött ki a részletes adat. Az előzetes becslést követően, ahogy azt hallhattuk, hogy az a szám nem változott, de azt megtudtuk, hogy mi okozta a nagy visszaesést. Megyünk tovább Czoller Andi rövid híreivel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny